Budapest belvárosában, még véletlenül valahogy itt maradt egy gyönyörűséges hangszerkészítő műhely. Ugye az utóbbi időben már egyszerűen a város fejlődése, változása, alakulása miatt ilyen jellegű, idézőjelben ipari tevékenység már nem nagyon végezhető a belvárosban. És mégis itt van egy nagyon jelentős műhely, Nagy Ákos mester cimbalomkészítő műhelye, és én tulajdonképpen azért is örülök ennek, mert egy olyan mesterről beszélünk, aki igazán művésze a szakmájának, és ez a művészet, ez onnan is megmutatkozik, hogy nem csak a magyar, hanem a nemzetközi cimbalomművészet krémje tiszteli a nevét, megrendel tőle hangszereket, és napi kapcsolatban van vele. De hogy indult ez? Hol tanultad a szakmát? Hát ennyi sok szép szó után azért megszólalni nem olyan nagyon könnyű, még nekem se. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert egyrészt nem csak mert az egész életem végtelenül szerencsésen, minden egyes részletében nagyon jól alakul. És ez a szakmára, a szakmai életemre különösképpen elmondható. Én 80-81-ben kezdhettem el ezt a szakmát, amikor a cimbalomnak Magyarországon is egy olyan fajta virágkora volt, ami tényleg talán a legszebb évei, évtizedei ezt tartozott. És egy olyan műhelyben, egy olyan tradicionális műhelyben, ahol ennek a hangszernek a kitalálói, a legelső fejlesztői dolgozhattak. Tehát testközelből kaphattam meg azt a ma már egyébként 170 éves tudáshalmazt, hagyományt, kezdőként abba csöppenhettem bele, ami neki köszönhetően egyébként ugye ez a hangszer hungarikum, azért, mert hogy ez egy magyar hangszer, és azért lehet egy magyar hangszer, mert ez valóban Magyarországon született meg a ma ismert formájában. Igen. És egy relatíve rövid időszakról beszélünk, tehát egy 140-170 éves időszakról, ami nyilván egy hangszer esetében nem egy túl nagy, nagyon jól dokumentált, nagyon jól átlátható időszakról beszélünk, és néhány valóban nagy név társul ehhez az időszakhoz. Egyrészt ennek a hangszernek a kitalálója, akit Csunda Vence Józsefnek hívnak, egy zseniális hangszerkészítő mester volt, és mellette egy zseniális életutat befutó, tényleg kiváló szakember volt minden téren. Aki őt, neki a munkáját folytatta, illetve a kor összes változását lekövette, és nagy mértékben fejlesztette ezt a hangszert, az pedig Bohák Lajos volt, akinek egyébként, tehát a Bohák család második generációs tagja, ugyanabban a műhelyben élt és dolgozott, ahova én aztán tanulóként bekerülhettem. Tehát nem tudom másként mondani, mint egy hatalmas nagy szerencse, hogy rengeteg sok olyan sablonom, eredeti eszközöm, szerszámom van, amivel egyébként mondjuk 89 évvel ezelőtt ezek a mesterek dolgoztak. Tehát darabra eredeti, és mondanám azt, hogy nekem könnyű dolgom van, mert ezekben az eszközökben tényleg olyan tudás halmozódott föl, hogy... Milyen jó, hogy ezt említetted. Útközben, mikor jöttünk hozzád, azon gondolkodtam, hogy én is megemlíteném ezt, hogy a modern, mai cimbalom körülbelül 120-150 évvel ezelőtt alakult ki, és hogy ugye ilyen hangszer történet szempontjából ez nem egy túl régi időszak, és te is ezt említed, de mind a ketten tudjuk, hogy ennek a hangszernek több ezer éves zenetörténeti múltja van, de hogy micsoda jelentős dolog volt az, hogy magyar hangszerkészítő mesterek abból a régi, nagyon egyszerű kis asztali hangszerből egy komoly, a legkorszerűbb igényeknek megfelelő koncerthangszert tudtak varázsolni, és hogy ennek a folyamatnak ti alkotó részei voltatok, és vagytok ma is. Hol tart ez a folyamat ma? Van-e olyan közös gondolkodás a mai előadó művészekkel, ami ezt a fejlesztést, ezt a hangszer innovációt életben tartja?
Bármi kapcsán, ha ilyen hangszerről beszélünk, tényleg megkerülhetetlen az a kérdés, hogy, vagy az a történet, ami ennek a hangszernek a fejlődés története. Uh-huh. Mert hogy ezt sokféleképpen meg lehet közelíteni. A hangszer technika, az építésének a technikáit, a különböző felhasznált anyagokat, meg ezerféleképpen. De ebbe a körbe tartozik az, ami azt gondolom, hogy legalább ugyanolyan fontos, hanem még fontosabb, hogy a szemlélet. A hangszer készítő mestereknek a szemlélete. És az előbb, amit mondtam, hogy egy viszonylag jól dokumentált időszakról van szó, az ebben az esetben azt jelenti, hogy fekete-fehér exakt történetekkel lehet lemérni azt, hogy hogyan gondolkodtak mondjuk egy Csunda Vence József, uh-huh. hogyan gondolkodott egy Bohák, hogyan uh-huh. gondolkodott egy Mogyorósi, uh-huh. hogyan gondolkodott egy Stenberg, akár tehát ugye a kor nagy hangszerkészítő műhelyeit hogy sorba vegyem. Úgy gondolkodtak, hogy egyrészt volt bennük egy saját elképzelés a hangszerről, a saját fejük után, gondolataik után modernizálták a hangszereket, fejlesztették a hangszereket. Viszont a leginnovatívabb résztvevője ennek a folyamatnak mindig a zenész volt. Uh-huh. És ezek az emberek pontosan tudták azt, hogy a zenésszel kell együtt dolgozni. Uh-huh. Amit a zenész, a végfelhasználó, amit mond, azt sosem szabad figyelmen kívül uh-huh. hagyni. Gondold el, egy ilyen hangszer elkészítési ideje nagyjából 3 hónap. Uh-huh. Tehát ez a hangszer én nálam csak 3 hónapot tölt. Egyébként utána meg hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a zenészt fogja kiszolgálni, és rajta keresztül a közönséget. Uh-huh. Azt, hogy másként tekintsünk erre, mint egyfajta hármas egységre, azt gondolom, hogy nem lehet. Uh-huh. A zenész meghatározza, tehát a közönség meghatározza azt, hogy a zenész hol léphet fel. Ebbe beletartozik az, hogy kicsi a terem, nagy terem, uh-huh. kis zenekar, nagy zenekar. Uh-huh. Milyen színpadképről beszélünk, milyen szükséges hangképről beszélünk, uh-huh. ugye? És akkor ez megjelenik mondjuk a hangszer méretében, hangteredelmében, megjelenési formájában. Uh-huh. Ezt mind ez határozza meg. A zenész ezzel szembesül, és hozzáteszi a saját tudását, és ezt közvetíti felém. Uh-huh. Én nekem meg az a felelősségem, hogy ezt az elképzelést a szakma írott-íratlan szabályai szerint a lehető legjobban megvalósítsam. Uh-huh. Ezáltal kiszolgálom a zenészt, és ő kiszolgálja újfent a közönséget. Ez a te esetedben jelentheti azt, hogy amikor egy művész rendel tőled hangszert, akkor a művész egyéniségével kell együtt dolgoznod, hogyne. Amikor pedig egy neves koncertterem, akkor ott a teremhez kell a hangszer. Pontosan. Ez abszolút így van. Tehát ezért is örültem annak, amikor ezt a beszélgetést felvetetted, és örülök, hogy létrejött, mert a szakmabelivel egészen másként lehet beszélgetni. Tehát ez egy ilyen nagy könnyebbség nekem. Amit mondasz, valóban nem túl régen például a MÜPÁ-nak uh-huh. készítettem egy hangszert, MÜPA felkérésére, ahol még az a megtiszteltetés is ért, hogy rám bízták, hogy milyen legyen az a hangszer. Uh-huh. Nyilván azt a hatalmas nagy teret, azt valaminek be kell töltenie. Uh-huh. És mivel akusztikus hangszerről beszélünk, ezért fontos, hogy a hangszernek a saját, ergo nem kierősített hangja is többé-kevésbé elegendő uh-huh. legyen, akár még egy ilyen nagy tér számára uh-huh. is. Tehát egyrészt ez befolyásolja, ugye, tehát meghatározza pontosabban a hangszernek a hangját, hangmennyiségét, hangminőségét. Uh-huh. Azon kívül fontos szempont a hangszer megjelenése is. Uh-huh. Egy olyan kaliberű koncertterem, mint például a MÜPA, ami lássuk be azért ma Magyarországon az egyik legjelentősebb zenei központja, oda értelemszerűen egy tradicionális, leegyszerűsített forma, egy úgynevezett igazi koncertkivitel kell. Uh-huh. Ez jelen esetben egy fekete színű, minden egyéb díszítéstől mentes, meglehetősen elegánsnak mondható uh-huh. megjelenés, fényes, fekete, egy színpadon, egy színpadképpe illő valami.
hozzászoktunk ahhoz, hogy hogy a klasszikus zenében a nagy fekete zongora ott van a színpadon, esetleg a zenészeknek is az öltözete egy kicsit inkább ilyen konzervatívabb. Oda természetesen egy ilyen hangszer kellett. Ez volt a javaslatom. Abszolút egy találkozott a megrendelő elvárásaival, de például a Magyar Zeneakadémia Népzenei Tanszékére, ami bizonyos szempontból ugyanúgy a nagy koncert hangszer hangminőségét igényli, de oda már nem egy fekete hangszer, hanem egy sötét bordó, a fát jobban megjelenítő külsejű hangszert készítettem, mert hogy abban a közegben azt éreztem inkább alkalmasnak. És amikor művész rendel tőled, akkor... Az nagyon jó. Ez nagyon jó, mert hosszan tudunk beszélgetni. És ugye azt tudni kell, hogy azért ez nem egy olcsó hangszer. És független attól, hogy nem túl hosszú az várható élettartama, ez 80, maximum 100 év, de miután nem egy olcsó hangszer, és nem is könnyű hozzájutni egy új és egy olyan minőségű hangszerhez, a zenész, a profi zenész is az élete során egy vagy kettőt rendel, nem többet. Én szoktam erre emlékeztetni őket, amikor bejön egyik másik, és azt mondja, hogy ő szeretne egy hangszert. És amikor fölteszem neki a kérdést, hogy hát milyen hangszert, akkor ez általában meghökkenés, hát hiszen egy nagy koncertcimbalom, vagy egy nagy ilyen-olyan-olyan hangszer, mondom, ez még kevés. Azt is végig kell gondolni, hogy mi az a közeg, ahol te azt leginkább használod. Mi az a zenei műfaj, amiben te azt leginkább használod. És akkor ahhoz passzoljon. Ez egy viszonylag karbantartás igényes hangszer. Az a jó, hogyha minimum évente egyszer azért egy szakember át tudja ezt nézni, és a kisebb dolgokat el tudja rajta végezni, ahhoz, hogy aztán ez hosszú életű legyen, relatíve hosszú életű legyen. És akkor eljutottunk odáig, hogy mennyire nagy probléma a szakember hiány. Tehát ma Magyarországon két ember van, összesen ketten vagyunk, akik ezt a szakmát nem csak jogosultak vagyunk csinálni, ergo van arról a végzettségünk, mindkettőnknek mestervizsgája van, de hogy egyébként végezzük is ezt a tevékenységet. Tehát ma Magyarországon két ember van, és ez nagyon-nagyon régóta van így, egyelőre nem is nagyon látszik a továbblépés lehetősége. Pedig hát azért ennél nagyobb a jelenlegi hangszerpark is, és én azért úgy látom, éppen azért, mert hogy Hungarikum is lett a hangszer, hogy azért van rá igény. Hatalmas nagy az igény. Tehát ilyen kapacitású műhely, mint ennek a fiatalabb kollégának, meg az enyémnek a kapacitása, ilyet ez a szakma még szerintem négy másikat elbírna. És tanulót nem lenne érdemes? Nagyon szeretnék. Nagyon szeretnék. Nincs jelentkezőse. Ugye ez annyira marginális hangszer, tehát valószínűleg az ismertsége sem túl nagy, ugye egy réteg, aki ezt ismeri. Az még valószínűleg még sokkal kevesebb ember fejébe fordul meg, hogy ez egy olyan szakma, amivel érdemes lenne foglalkozni. Nálad hogy van a munka aránya, az új hangszerkészítés és a karbantartás, javítás, restaurálás? Ugye mondtam, hogy ez a hangszer nagyjából 80-100 éves élettartammal bír. Ez azt jelenti, hogy ugyanilyen belátható időn belül ezek a hangszerek elöregednek, elveszítik az értéküket, és egy bizonyos idő után eljutnak odáig, hogy már nem rentábilis felújítani. A felújítási költség az olyan jelentős lesz, hogy már messze meghaladja a hangszer értékét. És miután darabra nagyon kevés hangszerkészítő van, és ez nem csak most az elmúlt 5-10 évben, hanem régebben sem volt sok, ezért folyamatos a hangszer inség. Tehát darabra kevés cimbalom van. Azt eredményezi, hogy az elmúlt 20 évben nagyon keveset tudtam javítani, és ahhoz képest sokkal több új hangszert készítettem. Hiszen én azt készítem, amit megrendelnek tőlem. És hát új hangszer esetében hát most több éves a várólista.
Akkor szerencsés volt az Óbudai Népzenei Iskola, hogy tudtunk tőled két cipalomot is vásárolni. Igen, de ne feledd el, hogy kivártátok. Kivártátok azt a sort, így van. Akármennyire is töltött el ez engem plusz örömmel, hogy tényleg olyan helyre kerülhet, és nem is egy, hanem két hangszer, ami tehát amikor ilyen iskolába, ilyen intézménybe tud kerülni egy-egy hangszer, az nagyon jó. És ritka alkalom, mert sajnos az itthoni hangszerpark, az iskolákban föllelhető hangszerpark nagyon ritkán áll mesterhangszerekből. Általában az én tapasztalatom szerint inkább maximum a középkategóriájú hangszereket tudják megvásárolni ezek az intézmények. De szerencsésen kerülhetett két olyan hangszer is, ami remélem azóta is nagy örömre. Hogyne. Lehetőséget. Megerősödött a címalom tanszak, a jó hangszernél. Igen, ez fontos. Ez fontos. Egyébként az utánkövetés az egyrészt ebből adódik, hogy ilyen helyekre azért néha el kell menni, karbantartani, hangolni. Másrészt meg hát a zenészektől azért hallom folyamatosan. Ugye ez egy olyan világ, ahol a zenészek nagyon sokat utaznak, nagyon sokat jönnek, mennek. Sok esetben nem is visznek magukkal hangszert, hanem ha az adott helyen van megfelelő hangszer, akkor ugye egy ekkora nagy hangszert szállítani viszonylag nehéz, problémás. Úgyhogy zenészek nagyon sokféle hangszerrel találkoznak szerte a világban. Szoktam így viszont hallani esetenként, hogy itt-ottam ott, na, a te hangszereden játszottam ott kint. És akkor rákérdezek, hogy egyébként rendben volt, nem volt rendben. Azért ez is egy kitettség a zenész részéről is, hiszen igazából nem tudja, hogy majd milyen hangszerrel találkozik a világ másik felén. És lehet ez egy nagyon-nagyon jó hangszer, ha ott nincs megfelelő szakember, aki ezt karbantartja. Így van. Így van, és hát ugye mindig az emberi viszonyokon múlik. Például a Párizsi Zeneakadémián van egy hangszerem, amit nyilván mélységesen megtisztelve éreztem magamat, amikor kaptam tőlük a felkérést, hogy szeretnének egyet, és nagyon nagy örömmel töltött el az, hogy ott például egy ottani főállású zongorakészítő javítómesterrel sikerült úgy kooperálni, hogy azóta is ő az, aki azt a hangszert karbantartja. Folyamatosan. Amikor oda kerülnek zenészek, és jönnek ilyen érdeklődések, hogy ott van-e hangszer, milyen az a hangszer, mindig olyan örömmel tudom elmondani, hogy gyerekek, oda mehettek nyugodtan. Oda nyugodtan lehet menni, mert ott egy valóban egy kiváló szakember, és az valóban karban tartja azt a hangszert. Nagyon-nagyon jó. Hogy kell fölkészítened egy ilyen kollégát? Milyen feladatokat kell neki ott megcsinálni adott esetben? Hát ami a hangszer karbantartását jelenti, hogy egyrészt egy folyamatos hangolás. Ugye a húrok feszítő ereje, a hangszer szerkezetre gyakorolt hatása, az lehetőleg állandó legyen. Egyfelől, másfelől vannak benne olyan fajta rögzítő csavarok, amik nagyon-nagyon sok alkatrészt tartanak össze. Ezek már ragasztva is vannak, de muszáj csavarokkal megerősíteni. Ugye a fa egy olyan szerkezet, ami a környezeti hatásokra nagyon élénken reagál. Páratartalom a levegő, páratartalmának változása, a hőmérséklet változások, ezek mind-mind befolyásolják. A fa magába szívja a nedvességet, aztán egy szárazabb időszakban kiengedi, vagy egy fűtési időszakban, egy klimatizált körülmények között kiszárad. Tehát a fa az mindig mozog. És ezt a mozgást, nincs az a ragasztó, amit 100%-ig le tudna követni. Ugye egy olyan hangszer szerkezetről beszélünk, aminek a húroknak az összhúzó ereje eléri a 12 tonnát. Tehát ami egy űrült nagy szám. Igen. Úgyhogy a karbantartás címszó alatt azt kell tudni, hogy ezeket a rögzítő pluszba belépített rögzítő csavarokat például ellenőrizni kell, kontrollálni kell, utána kell húzni. Aztán ugye a különböző kopó alkatrészek, akár tehát a mozgó kopó alkatrészek, egy hangfogónak a feszítőrugóitól kezdve, a hangfogónak a filc elemeit például, amik tömörödnek, zsugorodnak,
ezeket cserélni például, esetenként leszakadó húrokat pótolni, vagy odafigyelni, hogy ezek a húrok ne rozsdásodjanak el, ezeket tisztán tartani. De nagyjából ezt jelenti az alapfokú karbantartás. És hogyha ezt egy kollégával meg tudod beszélni, akkor nyilván abba tudsz segíteni, hogy megfelelő alkatrészt persze, természetesen. Persze, hát kicsi a világ, tehát hogy átjárható könnyen a világ. Úgyhogy nem okoz gondot. Húrozás, hogy néz ki egy cimbalmon? Hol lehet cimbalom húrt kapni? Mondanám, hogy igen, ez itt a reklám helye, 9. kerület, stb. Ugyanazok, a húrnak az alapanyaga, az ugyanaz, mint például a zongora húrnak az alapanyaga. És van egy-néhány olyan nagy nyugat-európai gyár, ahol ezt gyártják. Tehát gyakorlatilag ugyanazt vásároljuk meg. Igen. Ugye azt tudni kell, hogy sok különböző vastagságú acélt használunk. Ugye a mélyebb hangokhoz vastagabb acélok tartoznak, a magasabb hangokhoz vékonyabbak. És akkor a kettő közt ugye, hát a cimbalom esetében csak az acélfajtákból is 10-11 félét használunk. És akkor ez az úgynevezett diszkant húrozat, a sima húrok, a basszus húrokonnak az alapja ugyanez, amit láthatunk itt rajta még pluszba, ez lágy vörös rész húzal, a kifeszített húra rátekercselve. Ez a még mélyebb hangokhoz szükséges. És ugye a legmélyebb hang egyben a legvastagabb is. Tehát amire a legvastagabb acélra, a legvastagabb lágy vörös rész húzal van tekercselve. Egy nagy cimbalmon, egy nagy koncertméretű hangszeren 133 szál húr található. Vannak kisebb méretű hangszerek, amin esetleg néhány szállal kevesebb, de nagyjából ezt tekintjük alapnak. Egy ilyen átlagos koncertcimbalom hány oktávos? 4 és 3/4 oktáv. Ez a standard? Ez egy standard, igen. Akkor amikor koncertcimbalom mérete között különbség van, akkor nem az oktáv, nem a hangterjedelem, nem, így van, hanem a hangszer mérete. A hangszer mérete, és a hangok, a darab, tehát amennyiben koncerthangszerről beszélünk, akkor az állandó. Állandó, az nagyon fontos. A zenészek is, hogy csereszabatos legyen számukra bármilyen hangszer. Egyrészt ugyanígy fontos a hangszernek a menzúrája, tehát a húrok, a rezgő húroknak a hossza, a hangok elhelyezkedése a hangszeren. Tehát minden pontosan ugyanott találjon meg a zenész, ez nagyon fontos. Ugye szoktuk látni esetenként ilyen show műsorként szinte, hogy letakarják a cimbalmat, és a zenész még akkor is tud rajta játszani. Ez a fajta állandóság miatt van. Járt nálam sok-sok évvel ezelőtt olyan zenész, aki azt mondta, hogy neki nagyon különleges új cimbalom kell, tehát egy amilyen senkinek nincs, az a hangszer legyen kétszer akkora, mint a létező legnagyobb hangszer. És akkor fogtam egy mérőszalagot, és akkor lemértem az én karomnak a hosszát, és lemértem az ő karjának a hosszát, és mondtam, hogy nagy különbséget nem látok. Tehát, hogy ez a méret, ez így elérhető, próbálj meg egy kétszer ekkora valamit ugyanezzel a kar hosszal elérni. Igen. És akkor rájött, hogy hát az lehet, akkor nem lesz jó. Elkészült a hangszer, egyébként valóban nagyobb lett, mint a normál hangszer. Nagyon izgalmas, mert összesen 6 centivel lett megnövelve a hangszernek az a bizonyos mérete, ami ebből a szempontból számít. 6 centi, ami ugye nem sok. Igen. Az a 6 centi elég volt ahhoz, hogy a hangszeren pokoli nehéz játszani. Mert 6 centivel kell több, mint amennyit a kinyújtott kéz elér kényelmesen. Igen. Meg a hátrahúzott kéz. Igen. Elér kényelmesen. Ezt a 6 centit, ezt derékból kell pótolni. És ez bőven elég ahhoz, hogy 15-20 perc után a zenésznek elkezd fáradni és fájni a háta. Igen. Úgyhogy ez a hangszer elkészült, és sok tekintetben egyedi és különleges, egy egészen nagy test ezáltal, ami nyilván akusztikailag azért jelent egyfajta pluszt, de minden zenész, aki hallja ezt a hangszert, mindenki beleszeret a hangjába.
ez a hangszer nagyon sokszor cserélt gazdát, és megveszik. Nyolcszor, kilencszer cserélt már gazdát ez a hangszer. Mindenki megveszi, érdekes módon egy apró adalék, hogy egyébként egyre több ér. Tehát, hogy híre van a hangszernek, és egyre több ér. Nem csökken az ára, érdekes mód, és utána használják egy fél évet, egy évet, és rájönnek, hogy hát nagyon szép, nagyon jó, nagyon sokat szól, nagyon csak borzasztó, fárasztó játszani rajta. És van egy újabb jelentkezés, akkor tovább megy a hangszer. Úgyhogy ennek ez a sorsa, annak a hangszernek. Ez de hogy is csupán 6 centi. Tehát miközben egyébként egy nagyon nagy méretű hangszerről beszélünk, amire irány, és azt gondolnánk, hogy néhány centi ide-oda nem számít. De. Hát ez azt hiszem egy gyönyörű gondolat, talán itt a beszélgetés végére, hogy minden előadó művész barátunknak üzenjük, hogy érdemes a hangszerkészítők véleményére odafigyelni.